Témát váltunk, tovább emelkedik a lakáseladások száma, és magasabb áron kelnek el a vidéki használt ingatlanok is, mint tavaly. Az ingatlan piacon nem csak a lakások vételára emelkedett, hanem az albérlet árak is duplájára nőttek 2014-hez képest. A Nyíregyházi ingatlan közvetítőknél folyamatos az érdeklődés a lakások iránt, leginkább a használt ingatlanra vesznek fel hitelt a fiatalok és a családosok, sokan pedig az otthonteremtési támogatásokat is igénybe veszik. Aki teheti és talál számára megfelelő ingatlant, az inkább vásárol, mint hogy albérletbe költözzön, mondták el a közvetítőknél. Ugyanis a lakásárak növekedtek, de az állami támogatásokkal már szinte önerő nélkül lehet lakást venni. Sok esetben pedig a hitelek törlesztő részletei alacsonyabbak, mint az adott lakás albérleti díja. Duplájára emelkedtek az albérletárak 2014-hez képest. Az emelkedés nem csak a fővárosban, de a nagyobb városokban is jellemző. Nyíregyházán például egy 50 négyzetméteres távfős társasházi lakást 70-80 ezer forintért adnak ki. Mostanság nem az egyetemisták keresik a kiadó lakásokat, hanem azok a családok, akik eladták az otthonukat és nem vettek új ingatlant. Ők átmenetileg laknak albérletben. A kiadó lakásokból túlkínálat van, mert hogy sokat emelkedett a befektetési szándékkal vásárolt ingatlanok száma is az elmúlt egy évben. A stúdióban köszöntöm Vareha Tamást, értékesítőt a Dunahouse hálózattól. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntelek én is! Nagyon sokszor szóba kerül az utóbbi időben az ingatlan piac, az ingatlan árak, hiszen szerintem ebben az évben volt a legdinamikusabb fejlődés az ingatlan piacon. Igen, az ingatlan árak azért valóban fölmentek az utóbbi egy évben, illetve az idén. Tavaly talán egy olyan 30-35%-kal, illetve az idén egy olyan 10%-ot még ez rátetőzött, de igazából ez inkább a lakások árára vonatkozik, tehát a családi házak azért még egy olyan 5%-kal mentek föl az ezelőtt 3-4-5 évvel ezelőtti árakhoz képest. A szakemberek szerint mi generálja ezt a növekedést, ezt a nagy mozgást? A növekedést az generálja, hogy ugye rengeteg ember fölvette a devizás hiteleket, és ugye a 2010 előtti években, és ugye nem volt ez a társadalom szerintem felkészülve, hogy mi lesz ennek a következménye. Én úgy gondolom, hogy 2010-től azért az emberek kezdtek ráébredni, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog, ugye, hogy ezek a devizás hitelek így megugrottak, és folyamatosan ugye a bankok elkezdték az ingatlanokat árverezni, és nagyon sok ember került utcára. Ez azt jelenti, hogy az árak ugye csökkentek, nagyon sok ingatlan került a piacra, ami egy nagyon nagy árzuhanást eredményezett, és ugye most volt egy 2 éves moratórium, ami miatt ugye nem tudták az állampolgárokat utcára tenni a bankok, ugye megvédték ezzel az ingatlanokat. Különböző, az utóbbi 2 évben különböző olyan jellegű segítségek jöttek ki, amivel esetleg a tulajdonosok tudták ezeket a devizahiteleket rendezni, valamilyen oldalról rendezni, vagy valami más formába átalakítani, és igazából ez adott egy kicsit egy stabilitást, viszont így az ingatlan árak is megnőttek. Most ugye ez februártól a moratóriumot megint megszüntették, tehát most sajnos a bankok megint elindultak, és ismét nagyon sok embertől fogják sajnos az ingatlanokat elvenni, akik még ebbe a devizás hitelben benne vannak. Egyrészt ezzel is magyarázzák az elemzők, másrészt pedig azzal, hogy megindultak, vagy megindulni látszanak a támogatott lakáshitelek piaca, illetve a családi otthonteremtési kedvezmény, vagy támogatás, amit egyre több család vesz igénybe. Ez tupírozhatja-e fölfelé az árakat? Itt vidéken mit látnak? Hát igazából a kormány azért hozta ezt a döntést, ugye, hogy 5%-kal csökkentették január 1-től az új építési ingatlanok áfáját 5%-ra, tehát így aki saját magának épít ingatlant, azoknál valóban lecsapódik ez az összeg úgy, hogy ugye 22% a zsebükben marad. Az, akik építető által vásárolnak, hát nyilván az építetőtől függ ez a dolog, hogy ugye ott az mennyivel fog 5% lesz, vagy 10, vagy 15, ez az összeg. Ez azért nagyon-nagyon sokat lendített, mert nagyon sokan nem építettek az utóbbi években. Ez ugye több minden a dolog miatt van ez a tendencia, hogy ugye csökkent az építkezés. Most ez elindult, illetve az új CSOK rendszer, ami szintén most jött be az idén, és ilyen márciustól már azért megy az élesben. Nagyon sokan használják ki ugye a 3 gyerekre a 10 millió forintos állami támogatást, illetve a 10 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelt, és ez igazából főleg Nyíregyházán ugye az utóbbi 5 évben nem építettek lakásokat, tehát új építésű társasház nem épült, ezek a vállalkozók, akik ezeket építették, megálltak,
pontosan ezek miatt ugye nem volt nekik nyereséges, hogy megépítsenek egy-egy ilyen ingatlant. Most ugye ez az áfa csökkentés és a csok azért ez motiválta őket, tehát akik 3-4-5 éve pihennek, ők most gőzerővel mindenki nekiállt építkezni, és jövőre már ezt fogják szerintem a nyíregyházi lakosok tapasztalni, nagyon sok új építésű lakás épül már jövőre. És a pénzintézeteknél az is látszik, hogy az eredeti csokot vagy a régi csokot is sokan veszik igénybe, tehát egy vagy két gyerekre is a használt lakások piaca is attól indult meg, főleg most itt tavasszal nyilatkoztak így nekünk a bankok oldaláról is, illetve a hálózatok oldaláról is látható volt ez. Ezek az árak maradhatnak-e még, vagy meddig maradhatnak ezek a feltupírozott árak, mit látnak a szakértők, vagy volt egy olyan felvetés is, hogy ősztől akár csökkenhet, vagy visszaeshet ez? Én úgy gondolom, hogy nem fognak visszaesni az árak. Szerintem még nőni fognak az árak. Én már látom az új építési ingatlanok, amik a jövő évre készülnek. Ugye... De mégis milyen négyzetméter árak lehetnek? Hát 250 ezerért adogattuk az új építésűeket mondjuk egy-két éve, azt a minimálisat, ami volt. De nem is volt igazából olyan igény rá. Most ugye ezek miatt a döntések miatt ugye nagyobb lett az igény. Tavaly évben 280 ezer forint körüli négyzetméter áron adtuk az új építésű lakásokat, és már most 300 ezer, sőt mondhatom, hogy ami már jövőre épül föl, azok már 300 ezer négyzetméter áron már elkeltek, és már most 320-340, és ilyen penthouse-os lakásoknál azok is fognak nyíregyházan épülni, azok már ilyen 400 ezeres négyzetméter áron. De Budapesten 400 és 600 ezer között nem van. Nem mondtál el itt vidéken ezeket az árakat, valószínű azért, mert még nem látták, vagy még kivártak ezzel, de ezek tényleg még jobban följe viszik az árakat. Azért beszélgetünk erről az albérletek kapcsán is, mert hogy ugye most már az albérletek is olyan drágák, hogy sokan elgondolkodnak azon, hogy inkább hitelt vesznek föl, és megvesznek egy-egy használt lakást is, hiszen a hiteltörlesztő az sok esetben alacsonyabb, mint az albérletnek az ára. Egyáltalán közvetítőn keresztül albérletet adnak-e ki olyan mennyiségben, vagy olyan számban, mint korábban? Ezelőtt 5-6 éve nagyon sok albérletünk volt. Ugye még az a jéghegy csúcsa volt, amikor elkezdték az ingatlanokat ugye a bankok elvenni. Igazából nem volt még annyi albérlet. Utána ugye volt 2-3 év, amikor már elindult ez a folyamat, és ugye az utcára került emberek albérletbe költöztek. Tehát nagyon-nagyon sok albérletünk volt, nagyon-nagyon sok albérletet közvetítettünk. Most ugye, hogy egy kicsit erősödött a piac, és ugye 2 év moratórium volt, igazából igényesebb albérletekre van most szükség. Tehát jobban szeretik az igényes albérleteket, viszont olyan kereslet lett az albérletek után, én annak tulajdonítom, hogy ugye nagyon sok ember elveszítette az ingatlanját, és ezért van szükség ennyi albérletre, és fölmentek az árak. Tehát Nyíregyházán, most csak egy példát mondok, egy ilyen 10 éven belüli építésű kétszobás lakás volt mondjuk egy olyan 35-40 ezer forint ezelőtt 3-4 évvel, most egy ilyen lakásért elkérnek 70-80 ezer forintot is. De ez országos tendencia, tehát ez Budapesten is ugyanígy fölment, illetve az ország bármely pontján, tehát ez nem csak Nyíregyházára vonatkozik. Ez meglepő, hogy ebben a régióban van kereslet az ilyen áron kiadott lakások iránt. Nagyon nagy kereslet van, és én azt mondom most is, hogy az igényes lakásokra van kereslet. Tehát most mondok egy példát, talán kicsit szakmai titok is, nem igazán szokott az ilyet mondani az ember, de van olyan egyszobás garzon lakásom, mondjuk ilyen 35-37 négyzetméteres egyszobás lakásról beszélünk, új építésű, teljesen új berendezéssel, és 110 ezer forintért van havonta plusz rezsiért kiadva. No, hát ez a ritka példa természetesen, de ami még érdekes, hogy a nagyobb városokban és a megyeszékhelyeken tapasztalható természetesen ez, vagy mindez, és hát olyanokat hallani, hogy ahol nagyobb munkaerő beáramlás várható a közeljövőben, és azért Nyíregyháza egy ilyen város, hiszen tudjuk, hogy itt a nagyobb cégek fejlesztenek folyamatosan, ott lesz még kereslet a továbbiakban is az albérletek iránt. Nagyon nagy kereslet van albérletre, most is mondom, főleg az igényes albérletekre, gondolom pontosan emiatt is, ugye, hogy rengeteg ország túloldaláról is érkeznek olyan szakemberek ide, akik az igényes albérletet keresik. Sajnos tizenannyi albérletünk nincs ma kiadó, mint amennyi volt 4-5 évvel ezelőtt. Ez pont ennek köszönhető, ugye, hogy keresettek lettek az albérletek. Nyilván az árak is ezért mentek föl 3-4 év alatt a duplájára, de nagyon-nagyon sok
albérlet van kiadó hozzánk, annyi nem kerül be, mert a tulajdonosok is a hirdetéssel, tehát ha ők meghirdetik, akkor ki tudják adni, és nincs feltétlen az albérlet kiadásra, ingatlanosra szükségük. Tehát így igazából az igazság ez. Így nem kerül az önök látókörébe. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk és beszélgetünk.